Tavaly februárban rakták le az üzemcsarnok alapkövét, pénteken pedig a szalagvágással hivatalosan is átadták az elkészült új épületet. A Quick 2000 Kft. Gyógyszeripari cégek számára gyárt egyedi berendezéseket. Ebben a csarnokban ezeknek a szerelési, heggesztési és forgácsolási munkáit végzik majd a szakemberek. Ez egy 800 négyzetméteres csarnok, a két részből áll, van egy hegesztő szerelő műhely része, ez a nagyobb rész, és egy forgácsoló rész, ahová beraktunk egy nagyméretű portálmarógépet. Ezekre azért volt szükség, mert nagyobb méretű tartályokat, nagyobb méretű szerkezeteket nem tudtunk a régi műhelyünkben létrehozni, szerelni. A csarnok másik részében irodát és szociális helyiségeket alakítottak ki. A cég az első telephelyét 2001-ben, majd első gyártócsarnokát 2004-ben építette, akkor még csak 16 fős létszámmal. Közben budapesti kirendeltsége is lett. 2020-ra pedig már több mint 130 főt foglalkoztat, és összesen 1800 négyzetméteresre bővült a gyártóterületük. A vállalat több országos szinten is egyedülálló berendezését a Budapesti Műszaki Egyetemmel közösen fejlesztette ki. Szállítanak Belgiumba, korábban volt már kapcsolatuk többek között Hollandiával, Svájccal és Olaszországgal is. A helyi vállalkozás fejlesztéseit az önkormányzat is támogatja. Az önkormányzattal valóban jó kapcsolata van a Kft.-nek, több fronton támogatja a városunk, a sport vonatkozásában, ugye ha úgy nézzük, akkor iparűzés adó tekintetében is jelentős bevételt generál a városnak, de a város is igyekszik segíteni a Kft.-t a kapcsolatai kihasználásával, és hát minden olyan lehetőséggel, hogy a cég működését tudjuk tekinteni, cég működését tudjuk segíteni, és például megrendelések, árajánlatkérések, beruházások, vonatkozásában keressük őket, és próbálunk partnerek lenni a Kft.-vel. Pénteken két fontos projektet is lezárt a cég. A gépbeszerzésre és raktárfejlesztésre 50%-os támogatási intenzitással 156 millió forintot költöttek. A 800 négyzetméteres gyártócsarnokot eredetileg 165 millió forintból tervezték megépíteni. Itt 50 millió forint pályázati forrás nyertek, 100 millió forint hitelt igényeltek, illetve 15 millió forint önerőre volt szükség. Az időközben emelkedő árak miatt viszont végül 192 millió forintba került a beruházás. A modernizáció, a digitalizáció és az innováció a Quick 2000 Kft. Számára fontos. Ehhez a cég korábban több mint 510 millió forintos támogatást kapott a kormánytól. A magyar gazdaság kedvező 5% körüli növekedési számai a befektetési kedvre is jó hatással van, közölte az Európai Uniós források felhasználásáért felelős államtitkár Tiszavasváriban. A tavalyi évben több mint 101 nagy beruházásról született döntés Magyarországon, ami ugyancsak azt mutatja, hogy a külföldi befektetők is nagy bizalommal vannak a magyar gazdaság, Magyarország iránt, és ez annyit jelent, hogy a következő években 1700 milliárd forintnyi fejlesztés fog megjelenni itt Magyarországon, és ez természetesen azt is jelenti, hogy ez a további 101 nagyberuházás, nagyberuházó, ez további beszállítói láncokon keresztül lehetőségeket fog tudni kínálni a magyar kis- és középvállalkozások számára. A térség országgyűlési képviselője arról beszélt, az elmúlt években jelentősen sikerült csökkenteni a munkanélküliségi rátát. 2010-ben még 15-20% körüli volt ez az arány, 2020-ra már csak 6-7%. A közeljövőben akár további munkahelyteremtő beruházások is indulhatnak a kormány támogatásával. A foglalkoztatás politikai államtitkárság hirdetett meg erre a régióra egy 12 milliárdos pályázatot, munkahelyteremtő pályázatot, ugye ez Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdúbér és Szabolcs-Szatmár Bereg megyét érinti, és éppen ilyen cégek tudnak pályázni arra, hogy vagy a TB-járulékot, vagy a munkabért kifizetik egy bizonyos ideig, és utána fönn kell tartani ezt a munkahelyet több évig. Úgyhogy szerintem ez egy fontos lépés. Nem beszélve arról, hogy Tiszavasvárinak a elhelyezkedése nagyon jó, mert itt az autópálya itt van, most 8 kilométerre, most sikerült a másik részét, a Hajdúbihar megyei szakaszon lévő utat is felújítani, most fogják elkezdeni a felújítását.
A csarnok átadó rendezvényen a megye kormánybiztosa kiemelte, 2019. január és 2020. január között mindössze egy év alatt 4000 fővel csökkent a regisztrált munkanélküliek száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Román István hozzátette, ez országos szinten a legjelentősebb eredmény. Másik kiemelkedő teljesítményük, hogy a kormányhivatal foglalkoztatási osztályának segítségével tavaly 13 000 főnek sikerült elhelyezkednie a megyében.